A hétvégén zajlott az országos terepduatlon és triatlon bajnokság a marosvásárhelyi somos tetőn, illetve a vikentelepen az erdei kihívásokkal teli pályát ott alakították ki, ahol a júniusi világbajnokságot is rendezik majd. Maros vásárhelyen zajlott a hétvégén az országos terepduatlon, illetve triatlon bajnokság. Szükségmegoldásként a versenyzők medencében úsztak, a kerékpáros és futópályát azonban a júniusi világbajnokság helyszínén alakították ki, ez így a VB pálya tesztjének is számított. A versenyre az ország minden pontjáról érkeztek. Honnan érkeztek versenyzők? Hát a, úgy nagyjából az egész országból, de elég nagy bázis, aki jön Kolozsvárról, mindig akkor a vásárhelyi is uh, elég nagy bázis, mert Besztercéről, Bukarestből, Brassóból. Pap Őrs Botond első alkalommal vett részt a versenyen, elégedett volt a teljesítményével és a kialakított pályával egyaránt. Kb. pont erre számítottam. A pálya az jó volt, ugye bár edzettünk, mivel vásárhelyi vagyok itt, nehéz volt, mert gyorsan kell ugye a kis távol, aránylag kis távol adódóan, de jól ment szerintem, meg vagyok A triatlon úszó távja ezúttal a víkend telepi fedett úszodában zajlott csökkentett távval, mivel az időjárás még nem engedi meg a vadvízi úszást.